sírok, keresem az embert, keresem az igazit, azt nem jön, azt nem jön, azt nem jön, aztán megjön, aztán jobb lett volna, nem jött volna. Nem sírhatok, én túl sokat sírok más dolgok miatt is. Ez itt valami kaja? Igen, nagyszerű. Egy kapcsolat után, főleg ha az hosszú volt, hogyha sok minden történt, akkor adjál már időt magadnak, nem? Sziasztok! Köszöntelek titeket a konyhámban. Végre rávettem magam, hogy főzzek veletek együtt valamit, vagy hát, hogy megnézhessétek, hogy hogy főzök, értitek? Ehhez most két kamerám is van, úgyhogy azt se tudom, hogy hova figyeljek, mit nézzek majd, de remélhetőleg megszokom ezt a rendszert, és többször csinálok majd ilyet. Amúgy lehet, hogy úgy fogom elnevezni a sorozatot, hogy szingli konyha, mert miért ne lovagolhatnánk a helyzetemen? Nagyon sok minden változott azzal kapcsolatban, hogy miket eszek, mit szeretek csinálni, és miből mennyit készítek. Hiszen kettő főre teljesen máshogy gondolkodik az ember, akkor figyelembe veszi a másikat is, még nagyjából a tálalgatásra is odafigyel, meg nem spórol el így lépéseket, de amikor magadnak főzöl, akkor igenis benne van azért, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban, és még millió dolog. Én például most spórolni próbálok, tehát a szuperegészséges alapanyagokat a háttérbe szorítottam, és nálam igenis a spórolás is egy szempont jelenleg, ez van, sajnálom. Nem így gondolkodom most alapvetően, hogy jaj, mi legyen az ebéd, jaj, mi legyen a vacsora, hanem belenézek a hűtőbe, meg egyszerre megveszek alapanyagokat, és akkor abból főzök valamit, aztán kész, nekem jó. És akkor kezdjük ezt a szingli konyhás dolgot most már el, és a rakott krumplival fogunk indítani, ami szerintem tipikusan olyan dolog, amire úgy gondol az ember, hogy na hát ez biztos, hogy nem magamnak egyedül készíteném. De hát én rakott krumplit akarok enni, értitek? És a trükk, amit én alkalmazok, vagy amivel egy kicsit másképpen csinálom ezt a dolgot, az még inkább olyanná teszi ezt az ételt, hogy nem fontos belőle egy óriási tepsivel készíteni, mert mindenhova el fognak érni azok az ízek. Beszéljünk az alapanyagokról is, mert szerintem fontosak, és ebben is rejlik egy kis titok. Nekem a kolbászom az most ez. És megmondom őszintén, nem pont úgy néz ki, ami az én kedvencem lenne. Egy kicsit puhának tűnik, én ennél keményebb, szárazabb kolbászokat szoktam használni, de most úgy döntöttem, hogy jó lesz ez, mert ez volt a legolcsóbb az Osamba. Ennyi. Ez egy főzni való burgonya. A típusát azt nem írja. Na ez nem jó amúgy. Tehát, hogyha kifejezetten rakott krumplihoz választotok burgonyát, akkor ne főzni való burgonyát választatok, mert ez az, ami a legjobban így szétpürésedik, vagy szétfő, értitek? Szóval, hogy nem ez az ideális a rakott krumplihoz, de szerintem itt is azt hiszem az volt a szempont, hogy az egyik legolcsóbb volt, úgyhogy most ebből dolgozunk. Használni fogok nyilvánvaló módon tejföltén is, miért ne használnék. Használni fogok tojást, zsírt ajánlok ehhez az ételhez, de nekem olajom van csak itthon, úgyhogy ezt most így nem mutogatom, de szerintem amúgy inkább zsírral csináljátok. És só, bors, piros paprika? Én egy pici cukrot is használok mindenféle sós ételbe, mivel most ez egy ilyen egyvelegbe kerül majd bele az édesítés, ezért én folyékony édesítőt teszek bele, tényleg ez most csak amiatt nem cukor, hogy ez könnyebben keveredik el majd a mutatom mibe. És akkor ami fura, meg amúgy nem kellene a rakott krumpliba, de én használok, az egyik ilyen dolog a hagyma, és a másik olyan dolog, ami nem szokott klasszikusan a rakott krumpliba kerülni, az a főző tejszín, de meggyőződésem, hogy klasszisokkal jobb lesz az egész, hogyha ez is kerül bele. Úgyhogy el is kezdem a szeletelés, darabolást, mert igazából hát nem egy nagy dolog a rakott krumpli, nem? Szóval, hogy gyakorlatilag tényleg azzal megy el az ideje az embernek, hogy hámoz, szeletel,
összerakja, kész. Képzeljétek el, én amúgy relatíve későn kezdtem el krumplihámozót használni. Gyerekkoromban féltem tőle, hogy nem tudom, hogy megvágom vele a kezemet. Hopp! Hogy vagytok? Jó van, nem mondtatok semmit, oké, akkor én jövök. Két hónapos vagyok, ugye? Ha már szinglikonyha, akkor beszélhetünk erről. Két hónapos friss, már nem olyan frissebbek vannak. Ez a két hónap, szerintem ez már az, amikor a környezetedben kurvára senkit nem érdekel, ha van környezeted, hogy szakítottak veled, már mindenkinek lerágott csont, már mindenki úgy van vele, hogy lépjél már tovább, legyél már jól, menjél már emberek közé, nem lehet beleragadni ebbe. Oké, jó van. Nagy okos. Szóval, hogy ez egy szar rész, mert ahogy mondjuk, mit tudom én, pár napig, pár hétig foglalkoznak veled azért az emberek, ez gyönyörűen elmúlik már azért egy két hónapos szakítás után, és te nem feltétlenül leszel jobban. Vagy hát, amúgy én is jobban vagyok, sokkal jobban vagyok, tehát, hogy most már nincsenek ilyen napi sírásaim. Tényleg nem. Most már az elejéhez képest baromi jól vagyok, de azért rengeteg sebb van bennem, abszolút nem érzem azt, hogy jól megy még az élet, hogy ki vagyok békülve ezzel a helyzettel, hogy szingli lettem. Pontosan azért megyek bele ebbe a szingli konyha kifejezésbe is, hogy egy kicsit így saját magamat triggereljem vele, hogy hát ez van csajszi. És hát ugye kéne visszamenni a húspiacra, de megmondom őszintén, nekem eszem ágában sincs, tényleg. És nem csak azért, mert hogy ez két hónap, hanem hogy én soha az életben nem tapasztaltam olyat, hogy a pár keresés, tehát maga az intenzív keresés, az jó dolog lenne. Nekem az csak szarul sült el, csak szar emlékeim vannak róla, hogy keresem az embert, keresem az igazit, azt nem jön, azt nem jön, azt nem jön, aztán megjön, aztán jobb lett volna, nem jött volna. Szóval nem akarok pár keresni, nem is fogok, majd megkeres ő. Most már abba vagyok, hogy légy oly szíves, majd te keressél meg, jó? Mert kurvára elegem van. A másik meg, ami ehhez szorosan kapcsolódik, hogy nyilván mindenki máshogy dolgozza föl, de a frissen szakított, sőt a frissen kidobott emberek, ha túl gyorsan kerülnek be a... tudjátok, hogy így a többi ember közé, abból szerintem semmi jó nem sülhet ki. De hogy, tehát hogy én alapból azt gondolom, hogy... Egy kapcsolat után, főleg ha az hosszú volt, hogyha sok minden történt, akkor adjál már időt magadnak, nem? Arra, hogy feldolgozz azt, hogy rájöjjél, hogy akkor most te ki a faszon vagy, meg mit akarsz az életedtől, és ne egy másik emberbe menekülj, mert ha belemenekülsz egy másik emberbe, még ha az egy tökéletes ember is számodra, rendkívül sok dolgot fogsz... az előző szakításból, az előző kapcsolatból rápakolni, feleslegesen. Mert hogy szerintem egy szakítás után igenis kell, nem is tudom, 6 év után mennyit? Hát most lehet, hogy hülyének néztek ezért, de én simán azt mondom, hogy egy év simán kell. De még több is, hát hogy mit tudom én, nekem lehet, hogy lesz 3-4 vagy örökre. Szóval... én azt gondolom, hogy az mindenképpen jó, hogyha most óvatos vagyok, és azt vettem észre az elmúlt időszakban, hogy engem nagyon megvisel bármilyen csalódás az emberekben, tehát, hogy mondanak valamit, és az nem úgy lesz, hogy ígérik magukat, és nem jönnek, hogy nem tudom. Tehát most ezek nekem extrán fájnak, és elegem van belőlük, és hagyom. Hoppá!
és hagyom a picsába, úgy döntöttem. Tehát én nagyon sok helyről azt a tanácsot kaptam, hogy takarodjak innen el, hagyjam abba a videózást is, meg minden olyat, ami közös volt, menjek vissza a városba, legyek rengeteget emberek között, és akkor az jó lesz. De én csináltam már azt a verziót is, amikor úgy próbáltam túlélni, nem mondanám, hogy túlságosan sikeres volt, és lehet, hogy valakinek ez működik, de én azt gondolom, hogy ezt most nekem kell megoldani. Tehát, hogy nekem kell rájönni, hogy mit akarok, hogy ki vagyok, egyedül kell lennem, szembe kell néznem magammal, és nem fogok innen elmenni csak azért, mert hogy most bele kéne kapaszkodnom a többi emberbe. Nem kell. Nem kell. Szerintem. Aztán lehet, hogy két hónap múlva máshogy gondolom, majd a következő szinglikonyha adásában beszélünk róla. Na, megmosom ezeket a krumplikat. Az eszközök közül nem említettem még ezt. Ja, így. Ide mutatom. Ami egy mandolin. Azt hiszem mandolinnak hívják. Szóval, hogy egy ilyen szeletelő. Szerintem szeletelőnek hívják. Ez azért jó, mert ezzel sokkal vékonyabbra tudjuk szeletelni a burgonyát, mint amúgy. Minél vékonyabbra szelitek a rakott krumpliba a krumplit, annál jobban jártok. És hát most lehet, hogy nem kéne beszélnem, mert innentől kezdve féltjük ugye a kis ujjainkat. Hát van ez a cucc, amivel volt már, hogy jól működött, de olyan is, hogy nem. Á. Jó, de. Oké. Okay. Kecire, nagyon undorító lenne, hogyha a videóba vágnám itt el a kezemet. Nem? De. Jó, a feléig nem kell félni, nem kell félni, nem kell félni, nem kell félni, nem kell félni. Rettentően félek ettől a szerkezettől, de mégis tudom, hogy jó nekem. Mint az egyedüllét. Félelmetes, geci, félelmetes, de jó nekem. Uppa, az meg. Tiszta dzsúva leszek, pedig csak egy rakott krumplit csinálok. Mi is a kolbásziát. Ez most egy ilyen 150 grammos kolbi. Ennek le kell húzni a bőrét. Oh, no. Vagy amúgy nem kéne? Amúgy én ezekkel... Hát engedi, hogy lehúzzam, de akkor meg szét fog esni. Leszakom. Nem kéne itt káromkodnom. Mert amúgy képzeljétek el, most így elkezdtem gondolkodni, például ezen a káromkodás dolgon is, és arra jutottam, hogy azért... Hát azért én ezt annyira nem támogatom. Feltétlenül, hogy minden második szavam bazd meg legyen, és próbálok ezen változtatni. Na most ez nem volt jó ötlet levenni a héját, ne vegyétek le a héját, csak én levettem, így most nyilván nehezebb vágni, nagyszerű, mindegy. Szóval, hogy nem tudom, ez a káromkodás is olyan, hogy fasz tudja. És akkor jöjjön a hagyma, ami amúgy nem is lenne része ennek a receptnek, de miért ne? Jaj, ne, rohadt a hagyma. Hozok egy másik. Á, ne, sírok! Ne! Nem sírhatok. Én túl sokat sírok más dolgok miatt is. Én nekem nincsen vörös hagymára szükségem ehhez. Hú! Szóval, vörös hagyma 2. Megfelezem. És akkor így a félből vágok. Minél vékonyabb szeleteket. Leállt a kamera, sírtam, minden, nem baj, folytatjuk, jó? Amúgy ezt a B kamera, ez itt valami kaja? Igen, nagyszerű. És akkor jön a legizgalmasabb rész, a tojásos, mert ugye, gondolom észrevettétek, hogy nem főztem tojást. A videó előtt sem főztem tojást, mert hogy számomra egyfelől az is fontos, hogy lerövidítsem a folyamatokat, mert nem mindig tudok előre gondolkodni, így kaják tekintetében se, szóval ha megéhezek és
el kell készíteni egy kaját, akkor abban nem akarok olyan részletet, mint hogy tojásfőzés, és aztán a tojás kihűtése, és még akkor azt pakolod majd bele a rakott ételbe. No. Másrésztről nekem a sosem tetszett a rakott krumpliba, hogy így az elemek néha úgy nagyon külön álltak egymástól, és például a tojást az, csak ha éppen tojásos falat ért a szádhoz, akkor érzed a rakott krumpliba, és mondjuk a tojás sárgája mennyire kevés van így egy falathoz, meg nem is mindegyik falathoz van, szóval, hogy ez nekem annyira nem jön be, úgyhogy amit én csinálok, azzal időt is spórolok, energiát is spórolok, hát ugye nem kell külön megfőzni a tojást, meg sokkal egységesebb lesz az étel. Szóval 600 g krumplihoz, meg ahhoz a kolbihoz, meg mondjuk két fej vörös hagymához. Hát, jó, elkezdem kettővel, de szerintem három tojást fogok használni. Ja, de ezek meg ráadásul ilyen kicsi tojások. Jó, akkor ebből hármat használok, azt tuti. Ilyen L-es meg XXL-es tojásból lehet, hogy elég kettő is ehhez az adaghoz. Ehhez a tojáshoz jön só. Jön hozzá édesítő, mondom ezt, én szerintem minden sós ételhez kell egy kis édes is, és könnyebb elkeverni, hogyha ilyen folyékony, szóval oké, hors, tejszín, 2 deci tejszínt használunk, ezt hozzáöntjük a tojáshoz, és akkor ezt a trutyákot felverjük, egyneműsítjük. Én nagyjából ennyire keverem el egyneműre. Látjátok ti ezt? Tehát nem annyira, nem baj. És akkor jöhet a cucc összeállítása. Kiolajozom. És akkor elkezdek rétegezni. Én ezt most elősütöm egy kicsit, szerintem olyan, azaz előfőzöm konkrétan, mert ugye van, aki főve csinálja már meg a rakott krumplit, és akkor nyilván gyorsít a folyamaton, de hát akkor az egy külön lábas, amiben megfőzöd, érted? Na, most vagyunk 40 perc elősütés, főzés, párolás után, és szerencsére egy kicsit összeesett az egész, úgyhogy rá fog férni most az a cuccos dolog, amit az előbb mutattam. Na, hát az évek meg a rutin, gyerekek, ez konkrétan tökéletes lett, és akkor ugye most már alufólia nélkül megy vissza a sütőbe, és majd figyelgetem, aztán mondom nektek, hogy mi van. Úgy döntöttem, hogy a tetejére mégiscsak jön azért egy vékony réteg kis tejföl. Még lehet, hogy még megborsozom, paprikázom picit. Mondjuk megborsozom, ja. Na kérem szépen, készen van. Hát az látszik, hogy ugye az én sütőm az egyik oldalon egy picit jobban süt, mint a másikon. De én csiklandozó, baromi jó az illata. És hagyni kell ilyenkor egy kicsit kihűlni, mert ez a tojásos, tejszínes dolog, miután egy picit így visszahűlt, akkor lesz igazán jó, akkor lesz olyan, hogy nem esik szét teljesen ez a rakott krumpli, mint a klasszikus, hanem lehet belőle gyönyörű szeleteket vágni. Majd bevágok még egy pillanatot, ahogy a számhoz emelem, csak hogy lássátok, hogy tényleg jó volt-e. Itt van ő, és remélem látjátok nagyjából, amit látnatok kell, hogy a tojás minden réteghez befolyik így, hogy ebben a formába kerül hozzáadásra. Nyilván más lesz kicsit az állag is, mert hát a főtt tojás meg a sült tojás más, és ez inkább egy kicsit ilyen sült tojásra emlékeztet, de nekem ez a kedvencem, tényleg. És a tejszíntől meg ilyen krémesebb lesz, elvileg. De ugye még nem is kóstoltam. Na, nézzük.
Ja, meg a hagyma. Tényleg, a hagyma is nagyon jó, hogy van benne. A kolbászom nem tökéletes. Hogyha egyel szárazabb kolbászból lett volna készítve, akkor szerintem jó lenne. Egyszer csináltam mangalica kolbászból, és az isteni volt, úgyhogy szerintem erre mondjuk még esetleg érdemes figyelni, hogy egy kifejezetten jó minőségű kolbász legyen benne, de amúgy fenséges, rendkívül sokat ad hozzá az a két-három apróság, amit belekombináltam. Szóval összefoglalva, szerintem ez az adag, ez három, de lehet, hogy inkább négy étkezésre lesz nekem elég, ami azt jelenti, hogy akár nyugodtan felezhetitek is a mennyiségeket, és akkor kaptok ugye egy ilyen olyan szingli konyha receptet, amiből ugye mondjuk kétszer tudtok enni, de szerintem az teljesen belefér. Nekem ez a négyszeri, három-négyszeri evés is teljesen oké, és hogyha egy olyan ételt csinálok, amit szeretek, és ezt szeretem, és hát nyilvánvalóan ehhez nagy adag tejfölt kínálunk még, meg esetleg csemegeuborkát, vagy céklát, az nagyon klassz még hozzá. Remélem, hogy tetszett ez a recept, és nyugodtan írjátok meg, hogy milyen fajta ételt, vagy ja, igen, milyen fajta ételt látnátok még szívesen ilyen receptes formában. Köszönöm a tagoknak és a patreonálóknak, hogy még mindig támogatnak. Igyekszem majd mindenképpen kitalálni valami kézzelfogható ajándékot is ebben az őszi-téli szezonban, de lépésenként haladok. Viszont készítettem nekik egy videót. Az első olyan főzős, fotózós, nagy munkámról, amit most egyedül csináltam meg, mert ugye eddig volt hozzá egy fotósom, és valahogy meg kellett ugrani azt, hogy ugyanazokat a dolgokat el tudjam látni, csak egyedül. Úgyhogy ezt az első ilyen komolyabb receptet, vagy komolyabb koncepciót örökítettem meg nekik videós formában. Lehet, hogy majd amúgy csinálok még ilyesmit, akár nyilvános verzióba is, de meg kell hálálnom a támogatóknak, hogy vannak, és ezt úgy tudom meghálálni, hogyha főként szerintem, hogyha nekik is készítek külön videókat, úgyhogy nem sokára elérhető lesz majd a tagság fül alatt ez, meg a patreonálóknak a patreonos felületen, keressétek majd ott, és tényleg köszönöm, hogy vagytok. És amit nem szoktam elmondani, pedig miért nem szoktam, miért nem mondjam el? Kettő Instagramom is van, ahol követhettek, van amúgy egy Facebook is, de talán az Instagramokat szeretném jobban vinni. Van egy rókalandos, ahol megpróbálok tényleg csak a videókhoz kapcsolódó dolgokat és a vloghoz kapcsolódó dolgokat kitenni. Tehát, hogyha nem annyira szeretitek, hogy szét van spamelve az Instagram falatok, meg az Instastorik, akkor azt kövessétek be. De van egy, hát nem privát, mert az is nyilvános, egy másik profilom is, a Pesti Kaland, azt pedig akkor kövessétek, hogyha nagyobb mennyiségű kontentre is fel vagytok készülve, mert ott aztán szoktam sírni az állapotom miatt, szoktam kitenni a zöldségeimről dolgokat, vagy hogy éppen mit eszek, vagy hova megyek, szóval oda mindig azt teszem ki, amit érzek, meg ami egy kicsit az én lelkemet is gyógyítja, és úgy gondolom, hogy még akár hasznos is lehet valakinek, úgyhogy megköszönöm, ha ezeken a profilokon követtek, vagy valamelyiken. Igen. Jó volt. Egyre kevésbé vagyok feszült, egyre jobban érzem magam ezekben a videókban, és ez engem is meglep. Most megyek, lefotózom ezt a szépséget, hogy erről is legyen bizonyíték képes formában, aztán pedig jöhet a jól megérdemelt vacsora. Készítsétek el ti is, és ha elkészítitek, akkor jó étvágyat kívánok nektek! Sziasztok!